Gyakran csöng a telefon a Pannon televízió szerkesztőségében. Érkeznek a felajánlások a szerda este műsorra kerülő Adni Öröm című jótékonysági műsorra. Az adományozó közé tartozik a Szabadkai Nordent is. A fogászati központ 100 000 dinárt ajánlott fel a Szabadkai Közkórház gyermekosztályának. Nagyon fontosnak tartjuk Szabadka jövőjét, és így az ifjabb generációk jövőjét is. Talán a leghumánusabb, hogyha ha már rászorulnak a fiatal páciensek arra, hogy gyógykezelésben részesüljenek kórházi körülmények között, akkor egy emberi körülményeket tudjunk biztosítani nekük, és hogy ezt a nehéz periódust minél könnyebben tudják átvészelni, minél jobb körülmények között. Az adományozók sorát bővíti a Juhász zenekar is. Az együttes minden évben jótékonykodik az Adni Öröm című műsorban. Évek óta valamilyen formában adakozunk a Pannon TV Adni Öröm című műsorának. Ugye a Dreai Lurkóháznak is adakoztunk már, illetve tavaly egy fiatal zenész kollégának tudtunk segíteni bizonyos összegekkel. Most pedig úgy gondoltuk, hogy a Juhász zenekar téli koncertjeiből származó bevétel egy részét ajánljuk fel jótékony célokra. Azt gondolom, hogy ilyenkor a karácsonyi időszakban fontos az, hogy mindenkinek ünnep legyen az ünnep, és ehhez megfelelő anyagi háttér is kell. Médiaházunk idén a Szabadkai és a Zentai Közkórház gyermekosztályának, illetve a Szabadkai Vöröskeresztnek gyűjt. Idén azért választottuk a Zentai, illetve a Szabadkai Közkórház gyermekosztályt, mert arra gondoltunk, hogy így nagyon sokan érintve lehetnek gyerekeik vagy rokon gyerekeik révén, hiszen ide bekerülhetnek hosszabb, rövidebb időre, és mennyire jó lenne, hogyha ez egy felújított környezetben történhetne meg itt a gyógyulás és az ott lét. Valamint ide természetesen pénzbeli adományokat várunk, valamint a Vöröskereszt várja a nem pénzbeli adományokat, tehát élelmiszer, ruhanemű és minden egyéb. Tegye szépé mások ünnepét! Nézzenek minket december 20-án este 8:30-kor élőben a Pannon televízió műsorán. Jótékonykodjunk együtt!